Mint ismert, Kazincz Barcika védelmét első körben egy 15 kamerából álló térfigyelő rendszer szolgálja majd, amit a rendészet felügyel. Szitka Péter polgármester korábban úgy nyilatkozott, a városban régebben is voltak köztéri kamerarendszerek, amelyek pozitív hatással voltak a közbiztonságra és a jogszabályok betartatására. A kamerák kiépítése most 15 ponton indult el, a cél pedig a minél nagyobb lefedettség elérése a városban. Azokat a kedvező hatásokat, amelyek ezek a kamerák a rendjártiság és a rend fenntartása mentén ebben a városban jelent, az nagyon nagy hatékonysággal bír, és ebben szeretnénk előre mozdulni mindenféleképpen az elkövetkezendő időszakban. Jelenleg a köztéri kamerák telepítése zajlik, melyek közül 10 már üzemképes állapotban van. Bár néhány akadály felmerült a munkálatok során, például a régi kamerarendszerek oszlopait ki kellett cserélni, vagy az alapépítményeket is javítani kellett. Ezeket rugalmasan és az önkormányzattal közösen sikerült megoldania a kivitelezőnek. A Paricat Kft. Műszaki vezetője Kovács Róbert elmondta, a kamerák telepítése már több helyszínen befejeződött, az optikai összeköttetés a rendészet központjával kiépült, a regszekrényt pedig felszerelték. A köztéri kamerák felszerelését elkezdtük, és az oroszlános körforgalom már ki van építve, tehát üzemkész, rácsatlakozásra készen van. Ki van építve a Egressy-Béni út, Nyugati gyűjtőút kereszteződése, ki van építve a Pollák Mihály út, Egressy út kereszteződése, Mátyás Király út, Herbolyai út kereszteződése, Árpád Feledelem játszótér, Barátságtéri játszótér, Mátyás Király út, Pollák Mihály út kereszteződése, és a többi helyen is folytatódik a kameráknak a felszerelése és az elhelyezése. Kovács Róbert kiemelte, a kamerák 8 megapixeles felbontással és éjjellátó funkcióval rendelkeznek, melyek akár 100 méteres távolságban is kiváló minőségű képet biztosítanak. A készülékek mesterséges intelligenciájuk révén folyamatosan fejleszthetők és szoftveresen bővíthetők. Egy biztos, ezek az új kamerák jelentős előrelépést jelentenek a város közbiztonságának növelésében és a lakosok biztonságérzetének javításában.